Most következő vendégen formabontó filmeket készít. Prágában tanult filmművészetet, ahol lemondott a diplomájáról, megjárt a kánt, és jelen pillanatban a kettévágott faluban nagy szelmencben készít elő egy forgatást. Tartsanak velünk! Hölgyeim és Uraim, és a Kimondó stúdiójában már itt van velem Kristóf György, filmrendező, producer, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Sziasztok! Van egy elég friss élményem, nem olyan régen láttam a Zenit című filmedet. Engednek, hogy elmondjam az én véleményemet, vagy az én érzéseimet. Azon gondolkodtam a film megnézése után, hogy tetszik-e nekem ez a film. Való, valójában pontosabban arról, hogy mit jelent az, hogy tetszik. Mert a filmnek volt egy olyan hangulata, egy ilyen székbe belenyomó, kicsit nyomasztó, kicsit. Mm, mélyre vivő uh, hangulata, amiből jól esett így visszajönni a, a, a reális világba, mm. és, uh, és megtapasztalni, hogy, uh, hogy körülöttem nem ez a hangulat uralkodik. Honnan jött ez az ötlet, Mesélj kérlek egy kicsit a zenitről, hogy ez hogy pattant ki a fejedből? De azért mondjuk el akkor a nézőknek, akik nem ismerni a filmet, hogy mi is ez. Uh -huh. ez egy dialog nélküli film, ez egy játékfilm, és gyakorlatilag a mozgás nyelvét, a táncot használja arra, hogy elmeséljen egy történetet, tehát nem egy absztrakt táncolgatós film, hanem egy történetmesélős film, ahol vannak azért karakterek, akik átmennek egy történeten, nem egy gyakori műfaj manapság. Prágában tanultam a famun. volt egyszer egy workshop, hogy koreográfusokkal kellett együtt egy hét alatt valamit összerakni, az első találkozástól a mozi bemutatóig egy kis filmet, és akkor így ránéztem pár kisfilmre, azt tudni kell, hogy nem sok köze van a tánchoz, nem is volt előtte semmi. Megnéztem ezeket a kisfilmeket, vagy ezeket a táncfilmeket, és azt éreztem, hogy az én szemszöngömből nem filmek. Már nincs, nincs szereplőjük, nincs történetük, és nincs filmnyelvük. Tehát már akkor az volt a kihívás, hogy hogyan tudunk olyan táncfilmet csinálni, ami mindezeket az elemeket tartalmaz, ezáltal egy normál film fogyasztó számára is élvezhető filmet lehet létrehozni. Az, hogy a nézők is értsék, hogy mi az, amit most itt körbeírunk, én azt mondom, hogy nézzünk meg egy bejátszást ebből a filmből, úgyhogy hölgyeim és uraim, egy klip a zenitből. Na hát, ennek a filmnek megkérdőjelzhetetlenül van egy hangulata, egy nagyon sajátos világa. Arra lennék kíváncsi, hogy neked mi volt az üzenetet, ha volt, vagy esetleg teljes mértékben rábízod a, a film tartalmát a nézőkre? Ez egy organikusan fejlődő anyag, és általában mindig máshova jutunk ki, mint ahonnan elindulunk, tehát hmm. ezért is bonyolultabb ilyen egy, egy mondatot adni, hogy mi, mi az üzenete a filmnek. Végül is, amit mondasz, az nagyon jó, mert ez a film nem egy hónap alatt készül, de nem is egy év alatt, hanem hány év alatt? Hát ez egy sok év, ez egy 6-7 év volt attól, hogy elindultunk és moziba került. Igen, és gondolom, gondolom a te aktualitásod, vagy a te gondolataid érvényessége is változott ez alatt a 6-7 év alatt, hiszen szinte biztos vagyok benne, hogy más gondolataid voltak 34-35 évesen, más gondolataid vannak most. Van valami ív, amit bejárt a filmnek a mondani valója, vagy története a te fejedben? Megváltozott számodra is a jelentése? Tudtuk, hogy ez egy dialog nélküli film, ezért egy nagyon egyszerű történetet kellett találnunk, amit el lehet így is mesélni akár a tánccal. Ezért egy olyan, olyan szinte archaikus történethez kellett nyúlni, amit valahogy mindenki ismer, és könnyen tud követni ilyen körülmények között is egy újrakezdés után, hogyan lesz valakiből egy társadalom, hogyan generál ki egyfajta vezetőt, és aztán hogy viszonyul ehhez a vezetőhöz. Ez egy örökérvényű téma talán, mindig és mindenhol. Említetted, hogy a fogadtatás az egy kicsit a félelmet súrolta, legyen ez társadalmilag is, politikailag, vagy akár a fesztiválokon. Mesélsz erről egy kicsit? Miért félnek ettől a filmtől? Hát itt már nagyon sokkal hamarabb elkezdődött. Hát már az egész, ahogy indult ez a film, meg az egész, egész folyamatán azt éreztük, hogy sokkal, sokkal, sokkal nagyobb félelmek vannak a film iránt, mint ahogy én számítottam. Hát azt hittem, hogy pont a különleges miatt, különlegessége miatt és azt, azt fogják gondolni például a pénzosztok, hogy tök jó, hogy van egy ilyen kísérlet, és akkor legyen egy ilyen de már az első pénzeket megkaptuk, ott is bizonygatnom kellett, hogy nem őrültem meg szó szerint, hogy ezt akarom csinálni, ezt több meghallgatáson alá kellett húzni, hogy agyamnál vagyok még. De is aztán a több mint tíz elutasított pályázatunk volt, mert mindenhol azt érezték, hogy, hogy ettől féllek és ez gyakorlatilag minden készítés minden fázisában előjött. Mozik félnek tőle, meg mindenki fesztiválok félnek tőle. De viszont ahogy bekerül a közönség a moziba, és megnézi a néző, utána nagyon pozitívan meg van lepődve, hogy nagyon, nagyon tök jó élményt kapott. Tehát ezt kell valahogy áttörni, és talán ennek kell egy kis idő. Azt mondtad, hogy ö, már van valamilyen politikai ö, matricája ennek a filmnek, belelátnak valamit, amivel te nem biztos, hogy egyetértesz, elárulod nekünk, hogy mi az? A mai szlovák sajtó nagyon a mai szlovák politikai helyzetre reflektálóan érzékel, hogy arról szól, és aggódnak is, hogy a nagy politika mit fog erről gondolni. Erre mindig azt szoktam nekik mondani, hogy a nagy politika nem néz szerencsére, vagy nem sajnos nem szerencsére nem néz mozit, nem jár filmekre moziba, úgyhogy nem kell aggódnom. Jó tesz egy filmnek, hogyha, hogyha tudom erről is szólni. Én a film megnézése után azt gondoltam, hogy nagyon szépen van vezetve a, a történetszál, tehát egy követhető, viszont így a mellékágaiba, vagy egy, vagy egy, ilyen globál tartalomba azért bárki bele tud látni bármit, amit akar. És nem gondolod, hogy ez a, ez a, ez a, ez a politikai jellegű félelem, amit a politika, vagy amivel a politika felmatricálsz ezt a filmet, hogy szólhat, hogy is, hogy is fogalmaztál. Vagy a uh, politikai helyzetről, de ezt inkább én, a sajtó, a szlovák sajtó érzékeli úgy. A, a, a sajtó. Uh, nekem az volt ez a kapcsolatban a gondolatom, hogy mindenki bele tudja látni a saját félelmeit is, vagy önmagát tükrözi rá egy történetre, vagy inkább még pontosabban fogalmazza azt látja a filmben, amitől leginkább uh, fél. Uh, ezt így lehetségesnek tartod, hogy ezért lett ennyire fókuszban ez a, ez a pár, párhuzam vonás? Ja, elmondtál, ezek tök jó dolgok, nem? Tehát, hogy egy film úgy tud működni, nem egyértelmű, és mindenki szabadon értelmezheti magának, és működőképesen tudja értelmezni. Ezért is mondtam az előbb, hogy szerintem ez időtlenebb filmét tud vállalni, meg határokon átívelőbb, csak érjen be. Ü ez egy ilyen műfaj, tehát hogy sokkal általánosabban fogalmaz, ezáltal megenged egy sokkal gazdagabb interpretációt. Mivel kísérleti filmről van szó, nincsenek adatok arról, hogy egy ilyen filmre hány ember megy be a moziba. Te és az alkotásod, valamint a nézőközönség közötti kapcsolatot te hogy látod jelen pillanatban? Tehát én nem tekintem kísérleti filmnek például. Nem? Nem. Szerintem ebben nem kísérleti film, hanem pont az volt a cél, hogy egy normál mozi közönség is élvezni tudja, és ugyanúgy rendesen hagyományos mozikba ment, uh -huh. uh, rendes hagyományos filmfesztiválokon kezdte az útját. Most próbáljuk majd mindenféle táncfesztiválokra is, de első körben a hagyományos nézőt akartuk megcélozni vele, tehát uh, ilyen szempontból emiatt is nagyon, valahol nagyon klasszikusan fogalmaz a film. Tehát ez lehetett volna sokkal vadabb, sokkal bátrabb is bizonyos szempontokból, de hogy mindig valahogy a közönségre azért gondoltunk, uh -huh. és ezért is a sokféle nem hagyományos eleme mellett azért egy nagyon hagyományos film. De hát tudtuk, hogy mi bemegyünk bele, tudtuk, hogy ez eldőlhet úgy, hogy nagyon mindenki nyitott lesz rá, hogy úgy is eldőlhet, hogy kevés B. Ami pedig az előnye, hogy ugye ez egy táncfilm, és nem, nem szeretnék rosszul fogalmazni, de hát, nem, így? Igen, nem szeretjük a táncfilmet használni, nem kell, a mozgásszínházfilm. film, mozgás de ez, nem, ez meg egy nem jó mozgásszínház film, az ilyen nagyobban nincsen. Azt az el kell mondani, hogy nem csak táncjelenetek vannak benne, mint a musicalhez hasonlóan, itt vannak a reál jelenetek és a táncbetétek, amik szintén narratívak azért. Meg kell említeni, hogy ebben a filmben táncosok jelennek meg, és ami nagyon meglepő, hogy elég rendkívüli színészi adottságokkal, hiszen, hiszen remekül vitték a, az úgymond néma színészi feladatokat is. Amikor néztem a filmet, egy kicsit így a Nemzeti Táncszínházban éreztem magam Budapesten, és az azért nagyon jó hír, mert amikor tényleg beülök a Nemzeti Táncszínházba megnézni egy előadást, akkor az előadás előtt pár perc egy mindenféle nyelvet hallok a nézőtéren, hiszen hiszen a tánc az mindenki ö, nyelvén megszólal, és ugyanúgy e, e, ez a film is meg fog tudni, tehát gyakorlatilag nem ismer határokat a földgömbön. És egy kicsit most én szeretnék visszaröppenni a történelemben, ö, és belemenni egy kis ö, kicsit személyesebb témába, hogy ö, neked mikor volt először kamera a kezedben, mikor, mikor született meg a döntés, hogy, vagy mikor alakult ki ez a szenvedély, hogy, hogy, hogy te mozgóképpel szeretnél foglalkozni? Nekem az elég későn jött, tehát a legtöbb volt rendező képes képest, vagy a filmiskolás az képest azt láttam, hogy én későn írő, vagy későn észlelő típus voltam, de én, én kb már amikor filozófia szakra jártam az egyetemre, akkor kezdtem el inkább csak moziba járni is, vagy filmet nézni is. Tehát nem, még az se volt, hogy ilyen nagy filmrajongó lettem volna nagyon sokáig. Uh, hanem egyetemen uh, már kezdtek lenni egy filozófiai és film, filozófiai színház óráim, és akkor ott egyek elkezdtem jobban filmet nézni, és plusz volt egy jó kis filmklub Miskolcon, ahol jártam, ami az egyre jobban kezdett beszélni. Tehát egyrészt kezdett lenni erős filmélményem, vagy egy filmélményeim. Másrészt meg én, én is újságíróként kezdtem, tehát meg középiskolában dolgoztam egy megyei napilapnak, és azt éreztem, hogy jó, jó ez, de hogy inkább képpel kommunikálnék, meg inkább, inkább sokkal nagyobban fogalmaznék, mint egy rövid Kassáról indultam, nem sok, nem sok filmes szakember vett körbe a fellövésem alatt, meg Miskolcon sem. Tehát kellett még egy belső érési folyamat, hogy felnőjek arra, hogy felmerjem ezt vállalni egyáltalán magam előtt, hogy ezt, ezt szeretném csinálni. Bementem az utcáról egy ilyen lámpa és kamera kölcsönöző céghez, először világosítóként dolgozgattam, aztán asszisztenskedtem. Aztán valahogy kicsit megtanultam, hogy hogyan működik ez, akkor megcsináltam a felvételi filmjeimet, és akkor úgy, úgy kezdtem el csak. A... Hány éves voltál, amikor megszületett a, a, a döntés erről a váltásról? Hát ezt nem tudom igazából. 26 voltam, amikor elkezdtem a rendezőszakot bregába, uh -huh. és nem számítottam fiatalnak, tehát volt 10 évvel idősebb osztálytársam is. Abszolút. Uh, hát én egy átlagkornak átlag számítottam. Ideig gondolkodtam, hogy diplomata legyek-e, vagy rendező, tehát egy hosszú érési folyamat volt, amíg azt mondtam, hogy oké, okay, akkor ez biztosan, hogy ez. És most nem bántod meg, hogy nem vagy diplomata? Nem nem hinné, hogy tudnék más csinálni. 2017-ben jelent meg az Out című film. Nevezhető ez az első nagy műnek, ami a kezeit közül kikerült? Hát igen, az, az első nagy játékfilm, úgyhogy nehéz nem mondnak nevezni. Igen. Mesélj ennek a létrejöttéről, mert nagyon szép kört futott az Out. Öh, egyébként számunkra ismerős arcok is felbukkannak a filmben, Bandoréva, Bárdos Judit, öh, és Kannig jutott az is legalább egy öt éves projekt volt. Remélem a következő sokkal gyorsabb lesz, meg úgyis is, hogy gyorsabb lesz, de azért az öt év az benne szokott lenni egy filmbe. Volt egy, két forgatási etap volt, és volt egy év szünet a, a két etap között. Tehát ott vannak a jelenetek, hogy jelenten belül van egy év a vágás között. Úgyhogy ez sosem egy könnyen, de hát mindig kell tartani, és végig kell vinni, és aztán ha elég kitartó voltál és ügyes, akkor lehet jó a vége. Gyorsan, a színész agyam bekapcsolt egy pillanatra, hogy egy lett volna kettő vágás között egy év szünet, akkor hogy is volt, várjunk. Hát Ege én, én, vágok, nem neked kell vágni. En... hogy visszanézzék? Vagy... Persze, muszáj volt, Igen. és miatt, minden miatt. Igen. De hogy a színészek is visszanézhették? Hogy... Már nem emlékszem, de valószínűleg, Igen. valószínűleg igen. És uh... Kánban volt a bemutatója a filmnek? Igen, és ez volt a legelső szlovák film, ami valaha versenyzett Kámban. Ezért különleges, igen. Kánni élmény beszámolót, így sok év után tudom, de azért kíváncsiak lennénk rá, mert nem tudom, hogy mesélte már így felvidéki magyar Kánni élményekről. Mert voltam két, két évvel ezelőtt volt, van a Kánnak egy ilyen nevű programja, ami gyakorlatilag ilyen az egy olyan program, hogy nem is lehet nevezni rá, hanem ők találnak meg téged, és ha megtalálnak, akkor, akkor biztosítanak, ez a készülő projektek számára van, még nem, nem készül számára, hanem neki próbál mindenféle partnereket keresni, vagy egy felületet biztosít, ahol te találhatsz partnereket, koprócerekhez, forgalmazókat, blablabla. Bla, bla. És ott már vagy a Kándi rendszer része vagy. Tehát végig csináltam egyszer már így, egy kán, tehát nem nulla, nulla élménnyel mentem, ami azért fontos volt, egy, egy fokkal azért biztonságosabban, vagy magabiztosabban mozogtam az egész fesztiválon, de azért nem teljesen más, hogyha filmmel mész, főleg első filmmel, mostani szemmel visszanézve azt érzem, hogy meg az egész utoljárt, hogy még nagyon kis fiú voltam ott. Tehát, egy egyetemi diplomafilm, előtte, utána nagyon lehet, hogy mostani fejel meg kicsit másképp kezeltem volna dolgokat, vagy másképp álltam volna, vagy értettem volna meg dolgokat, hogy mi mit jelent, mit nem jelent. Bekerülni a körbe, az valami olyasmi, mint Európai Bajnokok Ligája, vagy hogy értsük, hogy értsük. Foci nyelven. Foci nyelven, igen. Foci nyelven, nem európai, hanem egy, nem tudom, világbajnokság elődöntője, vagy nem És a világbajnokság Hollywood? Nem, nem, feltétlen. Jegyezzük sokkal... meg, hogy, jegyezzük meg, hogy én mondjuk az európai filmgyártást sokkal inkább elismerem, mint Hollywoodot, szóval nekem ez így inkább az a világbajnokság, de érdekel a te véleményed. Nem, nem az van, hanem az van, hogy igen, hová, hová, hogy tudod eladni utána a filmet, hogy mit biztosít a következő filmet számára, mit csinál veled, mennyi pénzt keresel, tehát így, mindig az idő dönti el a film igazi minőségét, vagy hatását, vagy nem tudom. Tehát, vannak filmek, amik akár megnyerték a fődiat és azt mondja, hogy pár év után nem biztos, hogy van jelentősége, akár abban a filmben nincs jelentősége, de vannak filmek, amik nem nyerték meg, de aztán fontosabb filmeké váltak. Tehát nem szabad ennyire egy, egy fesztivál kimenetre fókuszálni a sikernek az elvárását. Tehát azt tartod Sikeres filmnek, ami kiállja az próbáját. Hát leginkább igen. Itt nagyon sok aspektusban meg lehet nézni, mitől sikeres egy film igazán. Tehát, de arra, arra vagyok kíváncsi, hogy számodra mitől sikeres a film. Mert lehet ez egy nézőszám, lehetnek díjak, lehet az, hogy nagyon sok évig egy, egy őrlángként itt van közöttünk, és, és olykor felbukkan itt-ott, ott, ott, akár évtizedekig. Vannak ilyen filmek, sok ilyet tudunk. De hogy számodra mit jelentene az, hogy sikeres egy film, vagy sikeres a te filmed akár? Hát Nézd, az autók nem lett, nem mondom, hogy nem volt sikeres, hogyha nincs az autó, akkor a második filmemet nem tudom megcsinálni, nem ezt a filmet kellett volna megcsinálni. Tehát se lett volna egy ilyen kísérleti filmet ilyen körülmények között megcsinálni. Tehát ez már kezelhető és fajta sikernek, hogy meg tudtam csinálni egy extrém filmet. Ez egy speciális ajándék, és ezt annak az első filmek köszönhetően nagy részt. Uh, és látom, hogy megalapozta a következő filmemet is. Tehát van egy felépítette egy olyan viszony Kádnal, például, hogy most elolvassák az új forgatókönyvemet, amit általában nem teszik meg szinte senkire. Lehet egy ilyen hatása még most is az első filmnek, most, hogy hová tud pozícionálni téged, és hogy milyen lehetőséget nyit ki neked. De például ez a másik filmre az meg nem igaz, mert ott uh, tudatosan vállaltam azt, hogy teljesen más irányokba megyek el de lehet, hogy tök más, más ajtókat nyit ki. Tehát az, hogy most még belefért azt, hogy egy ilyet, egy olyat, hogy tudok ilyet is, meg tudok olyat is, aztán tudom, hogy ezek a filmek meg később hozza meg a gyümölcsét. De akkor egyszer beszélgettem egy ilyen angol befe film befektetési alapnak a vezetőjével, akik focisták és modellek pénzét használják, ahol majd a vagy filmekbe fektesenek bele. Neki például nem volt érdekes ez a film, érthető módon. A zenit. Igen, mert hogy nagyon sok pénzt akarnak keresni, de olyan szempontból viszont meg nagyon érdekes volt neki, hogy, hogy mutatta neki, hogy mennyire bátor vagyok, és hogy merek bizonyos sablonokon, sablonokon kívül is gondolkodni, és az én való megítélésem és esetleg egy következő, egy nagyobb produkciónál, az nagyon fontos mérvadó pont is lehet, hogy megcsináltam az Kicsit térjünk vissza kánban, tehát azért Kán egy egy olyan hely, ahol a, a, a világ filmgyártásának a nagyjai azért megfordulnak. Én megmondom őszintén, nem tekintek rád, mint, tehát én nem tartalak téged egy ilyen rajongó típusnak, aki ö, hanyat vágja magát, hogyha meglát egy-egy színészt, de azért mégis, ha van valamilyen sztorid, élményed, kámból, azt nagyon szívesen meghallgatnánk. egyrészt Uma volt a zsűri elnökünk. Nagyon sok volt vacsorák, ebédek, ő is jelen volt. Teres Sándor nevű volt a főszereplőm, és tök volt, hogy ő előre köszönt a Sanyinak, ez itt tök, tök, szép élmény volt neki szerintem, de ugyanakkor ott, Nikol Kidman is ugyanakkor ott volt. Kánon belül még van egy olyan, hogy van egy ilyen díj, hogy az arany kameradíj, az első, legjobb első filmek közül kapja valaki, és az én bemutató után még ott volt egy ilyen hivatalos vacsorám, ami ehhez, ehhez a díhoz volt köthető, és egy idő után is tökre fel leesett rólam ez a nagy teher, és így felszabadultam, elkezdtem ugrálni a táncparkettel, azzal a bulin, amit mi szerveztünk, és mi finanszíroztunk. Csak egy sokan nem örültek annak, hogy én ott ugrálok a táncparkettel, és ez kivezettek minket a biztonsági őrök, és abból jött egy konfliktus, ahol úgy nyomták le a, a hangmérnököt, hogy eltörték a, a kezét közben, és közben minket meg a rendőrök fogdába, de azt tudni kell, hogy ez azért is volt ez a nagy feszültség, hogy aznap volt egy Manchesteri koncert, egy merény lett. a titkosszolgálatok sejthettek valamit, tehát mindenki egy kicsit túlreagált, és szerintem ez történt, ami esetünkben egy kicsit túlreagált, de nyilván a, a vége az lett, hogy egy fogdába kötöttünk kireng éjszaka közepén, és az volt a vicces történet, hogy ott voltak a szüleim, tehát az anyukám ki tudott hozni. A fogdál volt, a producerek nem volt ott az anyukája, hogy ő reggelig bent kellett, hogy -e legyen. Hát, mint említettem, az apnak is hosszú volt a elkészülési folyamata, az is egy öt év volt. Meg ugye ez a diplomafilmem lett volna, csehek azért sokkal bürokratikusabbak és pontosabbak, mint például a magyarok. Állavizsgázol, van egy bizonyos időkorlát, és én azt láttam, hogy nem fogok beleférni ebbe az időkorlátba. Két választási lehetőségem volt, vagy elmegyek államvizsgázni és befejezek az egyetemet, vagy elmegyek a filmen utolsó forgatási napjaira. Én inkább a filmet választottam, és talán jól jártam. És ezért... Nem, ezért nincs diplomám. Nincs diplomán Nincs diplomád. Vagy elmegyek ami azért szürreális, mert hogy egy film egyetemről beszélünk. Térjünk rá a jövőre. A munka nem áll meg, és jön a következő projekt, amit egy számomra nagyon közeli helyen fogsz forgatni, mesélj létszíves. Egy szlovákövi magyar nőnek a történetke, aki Bécsben él, de részben a nagymamája a nagyszelvenciá miatt is odatér vissza. A háború kitörése, körüli bizonytalanság, az a frusztráció, az a telhetetlenség van belevéve filmbe, egy gyakorlatilag egy anyának a történetében, de ezen belül egy, egy identitáskeresés. Mikor játszódik a film? 2022. februárjában, vagy mert sem akkor az ukrán-orosz háború. csak mert ezt nem tisztáztunk. Nagyszervezetet még sok háború érintette, és igen, igen. nem tudtam, hogy ez egy második világháborús film. Vagy, Tehát de egy hogy ez egy jelen jelenkorban játszódó. Tehát igazából a Nagyszervezetet mi a gyalogos határ miatt kezdtük el használni, meg az én családom is az a környékről jön, nem pont Szervezetről, az én a környékről, és nekem határ miatt volt ez nagyon jó, de közben rájöttük, hogy az egy régi háború által elválasztott helyszín, egy tök jó szimbolikus helyszín, egy mai háború által elválasztott két személy ezek a bemutatására. Uh, ez egy igaz történet, vagy ez egy fikció, ez a testorid, vagy? Hát sok, sok, biztos sok hasonló történet van, gyakorlatilag egy, egy történet is benne van, hogy ukrán meg egy, azt mondja, hogy a szövegek magyar nőnek a története. Vannak hasonló történetek, de nyilván ezt nem egy az egyet vettünk át, hanem valami saját gondolat építettük fel a mi történetünket. Említetted, hogy reméled, hogy ez a forgatás már rövidebb lesz. Mikor láthatjuk Nem a forgatás, hanem bocsánat, a... Az egész, a az, egész... folyamat. Mikor láthatjuk a mozikban várható? Tervek szerint 2026-ban ez már a mozikba kerül. Nagyon sok sikert kívánunk a forgatásokhoz, és, és a karrieredben is hajrá, csak itt tovább. Én is köszönöm. köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hölgyeim és uraim mennyi volt már a kimondó mai vendégem Kristóf György filmrendező producer volt. Mi találkozunk a jövő héten viszontlátásra.